10. alkalommal rendezték meg az Országos Csokoládé Fesztivált. Szerencsi Vasember címmel rendeznek sportversenyt. Pénzbüntetésre számíthatnak az illegálisan szemetelők. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. Az elmúlt hétvégén 10. alkalommal rendezték meg az Országos Csokoládé Fesztivált városunkban. A rendezvény bővelkedett színes programokban, mindhárom napon volt kirakodó és csokoládévásár, csokoládészökőkutak és zenei programok. A fesztivál szakmai díszvendége a szicíliai Modica város volt, ezért a látogatóknak lehetőségük nyílt a modicai csokoládé készítésének lépéseit is megnézni a színházteremben. A 10. Országos Csokoládé Fesztivál kísérő programjai már szerdán elkezdődtek, amikor is az Experience Fergeteges című szabadtéri előadását láthatták az érdeklődők. A következő napon a Szerencsi Tankerület Művészeti Fesztiválját rendezték meg. Pénteken hagyományosan a koncertnapot tartották meg, sokszínű fellépőkkel, szombaton pedig a felvonulással kezdődött el hivatalosan a fesztivál. A megnyitón dr. Kis Eliza, a Fölművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztosa beszámolt a világörökségi kapuzatban épülő 4 milliárd forintos kutatásfejlesztési borlaborról, valamint elmondta, hogy az élelmiszerpiacot kiváló magyar minőségi termékek uralják, és a Szerencsi csokoládé is élen jár ebben. Én azt gondolom, hogy a csokoládé az egyik legfontosabb élelmiszeripari termékünk, hiszen nincs olyan ember, aki a csokoládéhoz ne pozitívan viszonyulna, ennek megfelelően 0-tól 100 éves korig bárki szívesen vásárolja. A csokoládénak ugye nagyon sokféle felhasználási módja van a gasztronómiában, most már nem csak a cukrászatban, hanem a hagyományos ételkészítésben is nagyon-nagyon jól be tudják fűzni ezt a fajta terméket, és hát ugye itt vagyunk szerencsén, ami a tokai borvidéknek a kapuja, és azért a bor és csoki párosításokról sem feledkezzünk be, ami most a trendi gasztronómiának az egyik sarkalatos kérdése, hiszen mind a kettőnél, a kakaóbabnál, a szőlőnél, ugyanúgy a terroár, a fekvés nagyon meghatározó, honnan származik és hogyan készül el, jó alapanyagból jó minőséget lehet előállítani. A Bonbon Kft. Tulajdonos ügyvezetője, dr. Takács István a Csokoládégyártás napjainkban címmel tartott előadást, és beszámolt az új termékekről, a csokoládé és a bor kapcsolatáról pedig dr. Tózsa Rigó Attila történész adott tájékoztatást a jelenlévőknek. A fesztivál szakmai díszvendége a szicíliai Modica városa volt, ahol különleges csokoládét készítenek. A színházteremben a látogatók a modicai csokoládé készítésének fortéjait is megnézhették. Elkészítettük a híres modicai csokoládét. Itt láthatjuk a végeredményét, egy táblát, amely különbözik minden más csokoládétól, mégpedig azért, mert nem tartalmaz hozzáadott zsírokat. Mindössze két hozzávalót használtam fel. 100%-os tiszta kakaót és barna nátszukrot. Ezek összekeverése során ügyelni kell, hogy a hőmérséklet ne haladja meg a plusz 40 Celsius fokot. Tehát a kakaómassza elolvad, a cukor pedig szemcsés marad, ennek köszönheti kristályos állagát. Mivel nem tartalmaz kakaóvajat, magas hőmérsékleten sem olvad. A programok idén is nagyon változatosak voltak, mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő gasztronómiai és zenei kínálatot. A szervezők elégedettek lehetnek, ugyanis a látogatói létszám elérte a tavalyit. A látogatói létszámról szólva, igaz, hogy az eső egy kicsit félbeszakította a látogatók beengedését, de a tavalyi létszámot, 42 ezeret sikerült elérni. A gyors jelentés készítése, illetve az összegzése jelenleg is folyik. Bízom benne, hogy nem sokára tudok részletes adatokról is tájékoztatást adni. A fesztivál fellépői között a Kanadából érkezett Reflections of Fantasy Dance nevű népi együttest Koncz Ferenc polgármester fogadta, aki az amatőr hagyományőrző csoportnak Szerencsi csokoládéval is kedveskedett. Igazán tetszik a csokoládé fesztivál, még sosem voltam ilyen rendezvényen. Amikor először idejöttem, láttam, hogy milyen szép itt minden. Itt valami olyat tapasztaltam, amit hazavihetek magammal, és megosztom az emberekkel otthon Kanadában, amit itt láttam. Koncz Ferenc szerint eredményes, családias hangulatú fesztivál van a hátunk mögött.
Eredményes volt, jó volt a fesztivál, köszönöm minden munkatársnak, aki az előkészítésben, aki a lebonyolításban, a szemét eltakarításában jelen volt. Különben ezért is nagy dicséretet kaptunk, hogy milyen tisztaság volt már mondjuk vasárnap reggelre a szombat éjszakához képest. Szóval én nagyon boldog vagyok, mert minden nagyobb baj nélkül lezajlott a fesztivál. A város hírnevét öregbítette, a vendégek elégedettek voltak, és mindenkinek köszönet még egyszer, aki valamilyen munka szintjén részt vett az előkészítésben, vagy a lebonyolításban. Ecker Róbert idén is készített csokoládészobrot, ezen az éven Emese Álma címmel faragta ki alkotását csokoládéból, ami várhatóan a turisztikai központba kerül majd a többi csokoládészobor mellé. Mostantól büntethető lesz az, aki nem a rendeltetés szerint használja a városban található hulladékszigeteket. A fő problémát az okozta, hogy több vállalkozó a nap során keletkezett ipari hulladékát és az egyébként oda nem illő szemetét egyszerűen lerakta, amit a ZHK nem volt hajlandó elszállítani. Az új önkormányzati rendelet szerint, akit szabálysértésen rajta kapnak, legyen az magánszemély vagy vállalkozás, akár 2 millió forintra is büntethetik. Nagy problémát jelent, hogy halmokban áll a szemét a hulladékszigetek körül szerte a városban. A volt profinál és a posta mögötti területeken a legrosszabb a helyzet. A szemetek között szinte bármit megtalálni. A szelektív gyűjtés már egyáltalán nem működik úgy, ahogy kellene. Egyes szemtanúk szerint vannak olyan vállalkozók, akik napi szinten használják úgy a hulladékszigeteket, mintha az csak a saját privát kukájuk lenne, ezzel a saját hulladékuk elszállítását 0 forintra csökkentik. Beszámolók szerint az ürítés után a vállalkozások szinte 1-2 nap alatt megtöltik ipari hulladékkal a kukákat, a lakosság pedig kénytelen a szemetet fekete zsákokban otthagyni a kukák mellett. A ZHK ilyen állapotok miatt sokszor emelt panaszt. A Szerencsi Városgazdánál régóta tudnak a problémáról, és a cég saját embereivel próbál javítani a helyzeten. A Városgazdának egyébként jelentős többletköltséggel jár, hogy a kukák mellett otthagyott plusz szemetet elszállítsa. Ezeket a plusz hulladékokat, ami nem szelektíven van elhelyezve, ezeket összegyűjtik egy autóval, behozzák egy tömörítős konténerbe. A tömörítős konténert azt mi teljesen szabályosan a Bodrogkeresztúri lerakóba elvitetjük, és ezért bizony kemény pénzeket fizet a Szerencsi Városgazda. No de hát mi miből élünk? Mi állami önkormányzati támogatásból élünk, tehát mi adóforintokat költünk el. Magyarul az a nem jogkövető magatartást tanúsító vállalkozás, aki ezeket a hulladékokat lerakja, idézőjelben mondom ingyen, ezeket a hulladék szállítási költségeket gyakorlatilag a szerencsi polgárok fizetik meg helyette. Mostanáig megoldás nem volt az ügyre. Szerencsváros önkormányzata az áldatlan állapotokat megelégelve rendeletet fogadott el a legutolsó testületi ülésen. Az EHK felszólította a várost, hogy nem hajlandó tovább üríteni a hulladék szigeteken lévő konténereket, mert ott áldatlan állapotok vannak. Fél órán belül körbejártuk az egészet, és döglött kutyától kezdve hagyd ne soroljam, hogy mik voltak. Színes tévé, olyan hulladékok, amit nyilvánvaló vállalkozó helyezett el, nagy zsákokban olyan hulladékok, amely nyilván vállalkozástól származik, és olyan kommunális hulladékok, amit nem valószínű, hogy szerencsiek helyeztek el. A városatyák egyhangulag elfogadták az új rendeletet. Mostantól büntethető az, aki nem a rendeltetés szerint használja a hulladékszigeteket. A kukákba csak szigorúan háztartási hulladékot lehet tenni. Azok a magánszemélyek és vállalkozások, akik ezt nem tartják be, akár 2 millió forintos bírságra is számíthatnak. Sokan nem tudják, de a Szerencsi Hulladék udvarban egy család akár 3000 kg háztartási hulladékot is leadhat egy éven, méghozzá teljesen ingyen. Ilyen lehetőségek mellett teljesen feleslegessé válik, hogy törvénytelenül, például az erdőkben vagy a hulladékszigeteken pakolják le a szemetet. A városban található hulladékszigeteket mostantól többször is ellenőrizni fogják, egyes helyeken pedig kamerarendszert is kiépítenek. A városvezetés ezektől az új intézkedésektől várja a helyzet javulását. Második alkalommal rendezték meg a Szerencsi Jegyzői Konferenciát augusztus 25-én és 26-án városunkban. A két nap alatt a közigazgatást érintő aktuális kérdések megvitatására is sor került a szakmai konferencián.
Augusztus 25-én délután Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket a Rákóczi vár lovaktermében, majd Tóth János, a közszolgálati tisztviselők szakmai szervezeteinek szövetségének elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően dr. Kéki Zoltán, Kaposvár megyei jogú város nyugalmazott főjegyzője tartott interaktív előadást az Önkormányzatok jövőjéről címmel. Idén már második alkalommal került megrendezésre a Csokoládé Fesztivál keretein belül a jegyzőknek egy olyan jellegű konferencia, ahol szakmai és aktuális szakmai kérdésekben tudunk tájékozódni, együtt ezeket a fontosabb kérdéseket megvitatni, felkészülve azokra a jogszabályi változásokra, azokra a rendeletalkotásokra, amelyek még ráadásul idén előttünk állnak. Csibetábort és gólyatábort rendeztek augusztus 31-én a város két alapfokú oktatási intézményében. A kisdiákok reggel 9 órakor gyülekeztek az iskola aulájában, majd egy rövid tájékoztatót követően különböző játékos programokon vettek részt. A nap folyamán a kisiskolások betekintést nyertek az iskolai élet mindennapjaiba, megismerkedhettek egymással és a tanáraikkal is. Minden könyv időben megérkezett a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolába. Ott jártunkkor éppen az elsős diákok vehették át az új tankönyveiket, amit teljesen ingyen kapnak. A szülőknek csak az angol két tannyelvű könyvekért kell fizetni. Az iskola igazgatójától, Rácné Váradi Évától megtudtuk, hogy a könyvosztások rendben lezajlottak, így minden feltétel adott az új tanév megkezdéséhez. Negyedik alkalommal rendezték meg az országos hagyományőrző tűzoltó versenyt Szerencsen. Augusztus 27-én a Rákóczi várudvarán megtartott megmérettetésen 10 csapat mérte össze erejét a mindennapi tűzoltói feladatok során. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, és elismerését fejezte ki a lánglovagok naponta végzett áldozatos munkájáért. Jacsó András, a Szerencsés Környéket Tűzvédelméért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetet mondott a Szerencsi Tűzoltóparancsnokságnak, valamint a város önkormányzatának a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségért. A verseny végén a díjakat Nácsa Bálint, a Szerencsi Tűzoltóparancsnokság vezetője adta át. Első helyen végzett Szerencs csapata, második lett Vése, a harmadik helyet Székesfehérvár tűzoltói szerezték meg. Negyedik alkalommal van megrendezés alatt ez az országos hagyományőrző tűzoltó verseny. Az ország több pontjáról érkeztek, de tényleg nagyon messziről, nagyon közelről. Itt van a Márdiötte, jöttek Véséről, Székesfehérvárról. Egy 10 csapatot felsorakoztató verseny lesz ma. Hagyományos felszereléssel, mozdonyítható fecskendővel, kocsi fecskendővel, illetve a kornak megfelelő öltözetbe hajtjuk végre ezeket a feladatokat. Évadnyitót tartott a Kőhani Magyar Nemzeti Színház augusztus 29-én a Rákóczi Vár Színház termében. Az eseményen Goldschmidt József értékelte a Magyar 17 elnevezésű első szerencsi összművészeti fesztivált. Elmondta, hogy a társulat igyekezett minden korosztály számára szórakoztató, színvonalas műsort összeállítani, és remélik, hogy a jövőben a nézők száma is növekszik majd. Bocsárszky Attila, a színház művészeti igazgatója tájékoztatta a megjelenteket a tervezett évadról, valamint műsorokról és a megvásárolható bérlettípusokról is. Az évad első előadása Sütő András Adventa Hargitán című darabja lesz, ami október 13-án kerül bemutatásra. Most nyitottuk meg az első évadunkat, ez volt ugye az első évadnyitónk. Meghívtuk a színészeinket, az állandó társulatot, illetve akik szerepelni fognak az évadban, illetve ugye néhány külsős embert. Elmondtuk ugye, hogy mi a lényeg az évadnak, hogy miért jött létre a színházunk. Szerintem ez egy nagyon szép cél, és remélem a többiek is így látják ezt, és remélem sikeres lesz az évadunk. Ugye bérletes előadásokban gondolkodunk, 4 bemutatónk lesz, 4 bérletünk lesz, illetve lesz 2 bérleten kívüli előadásunk. Szerencsi Vasember címmel rendeznek sportversenyt városunkban szeptember 10-én.
Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsvárosi Sportegyesület eddig már összesen 8 alkalommal rendezett triatlont a futás, az úszás és a kerékpározás népszerűsítéséért. A korábbi triatlon elnevezést idén azért kellett lecserélni, mert a verseny a Magyar Triatlon Szövetség egyes előírásainak nem felelt meg. A jövő hét vasárnap megrendezésre kerülő Szerencsi Vasember célja továbbra is a sport népszerűsítése, és most is, ahogy korábban, 3 versenyszámba kell helytállniuk a versenyzőknek. Összesen 5 korcsoportban lehet nevezni, a kisgyerekektől a felnőttekig. Nevezni az eddigieknek megfelelően lehet, tehát vagy a uszoda portáján elhelyezett nevezési lapokon, vagy a város honlapjáról a letölthető nevezési lapokon keresztül. De azok, akik nagyjából ez egy a 90% ismétlődik évről évre a résztvevők, ők már ezt tudják. Előnevezni lehet, az előnevezőknek 1000 forint a nevezési díj, a helyszínen nevezőknek pedig 2000 forint. Nagyon fontos az, hogy ezt a város és a sportegyesület jótékonysági célra használja föl. Kulcsár Anita Alapítványnak adja át a bevételt, és ők a jó tanuló, jó sportoló gyerekeknek a támogatására használják ezt a díjat. Vereséggel zárult a férfi felnőtt labdarúgó mérkőzés augusztus 26-án szombaton a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen. A szerencsiek ezúttal Edelin gárdáját fogadták hazai pályán. Csapatunk számára nem indult jól a mérkőzés, ugyanis az első félidőben a vendégek 3 gólt is lőttek. A második félidő 74. percében Ternyik Máté 11-est rúghatott, amit maga biztosan be is lőtt. Ezután a 78. percben Buri Attila talált az edelényiek hálójába. A 82. percben azonban az edelényiek ismét utat találtak a szerencsiek hálójába, ezzel a Borsodabói Zemplén megyei egy felnőtt 3. forduló eredménye Szerencs VS-e Edelényi FC 2-4. A Szerencs VS-e U19-es csapata 3-3-as döntetlent játszott az Edelényi FC U19-es gárdájával. A Szerencs VS-e következő mérkőzését idegenben vívja a Mohító Lemon BTE Felső Zsolca ellen. A meccs szeptember 3-án 16 óra 30 perckor kezdődik a Felsőzsolcai sportpályán. Ez volt a Híradó szeptember 1-én. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalon és a YouTube-on. Kérem, maradjanak velünk az időjárás előrejelzés után is, és tekintsék meg Városhatár című magazinműsorunkat. A Híradót készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!